Gunz Nóra zenetanárnővel beszélgetünk, aki tulajdonképpen a térségünkbe született, de nagyon messzire vetette a sors, ne menjünk a dolgok elébe. Hol is végezte az iskoláit? 2005-ben végeztem a Lenti Arany János Általános Iskolában, mivel Lenti már lakos vagyok. Aztán ezután elkerültem Szombathelyre, mert ott volt a leg, közelebbi konzervatórium, tehát zeneművészeti szakközépiskola. Ott végeztem szolfés illetve karvezetés képzést, mellette orgona és ének mellékszakon végeztem még. Aztán onnan elsodort az élet még messzebb, Budapestre, a fővárosunkba, ahol a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, 2012-ben megszereztem a bachelor diplomámat, előadó művészet zenekar és kórus vezetés szakon, majd pedig folytattam a képzést mesterképzésem, tanári mesterképzésen, ahol pedig zeneismeret énekzene tanárszakon végeztem, és szereztem a diplomámat. Közben egy fél évet voltam Írországban, Dublinban egy Erasmus képzésem, ahol szintén tágíthattam a látóteremet és a zenéhez való viszonyomat, úgyhogy aztán pedig elkerültem Pekingbe. Ez az utolsó állomás illetve Kodály neve is megemlítésre kerülhet. Ez úgy történt, hogy tavaly májusban a főtártanárom, dr. Nemes László Norbert azt kérdezte tőlem, hogy Nóra, van-e kedve külföldön dolgozni? Én mondtam igen, közben átvillant az agyamon az összes európai ország, aztán egy héttel később közölte, hogy hát ez az ország, ez Kína lenne, és még hozzá a a Peking. Akkor kicsit megilletődtem, és azt gondoltam, hogy vajon mit fogok én ott csinálni, hiszen nem is ismerem a kultúrát, sem a nyelvet. De aztán úgy döntöttem, hogy nincs sok választásom, sok mindent nem hagytam itthon magam mögött, a családomon kívül, úgyhogy azt gondoltam, most vagyok fiatal, vágjunk neki. És hogyan történik ez a kínai út, illetve a kínai munka? Elsősorban zenét tanítok, szolfést, illetve énekzenét, egészen kicsikortól, három-négy évesektől zenolvoda szinten, és előképzőben és van egyaránt, tehát maximum 7-8-9 évesekkel foglalkozom még. És amint említettem Kodály Zoltán nevét, igen nagyon fontos ez a név, hiszen mivel a Pekingi Magyar Kulturális Intézetben dolgozom, ez a fő állomás helyem, itt Kodály Zoltánt és az ő Koncepcióját, hogy helyesen mondjam, szeretnénk terjeszteni minél szélesebb körben, és Kínában erre nagy befogadó közönségre találtunk. Úgyhogy az alapján tanítunk, ahogyan itthon a zeneoktatás is folyik Magyarországon, az úgynevezett Kodály módszer szerint. Ez valamilyen speciális iskola, ahova jelentkeznek a gyerekek, vagy külön összeválogatott gyerekek, akik a zene iránt érdeklődnek, hogyan történik mindez? A, a Kulturális Intézetben van egy, egy terem, amit kineveztünk zeneteremnek most, mert hogy ugye tavaly indult ez az egész úgynevezett Kodálypont, ami az egyik programja az intézetnek, és ide jöhetnek minden érdeklődő gyerek, mi meghallgatjuk őket, tehát van egy rövid felvételi, felmérjük a gyerek tudását, alkalmas a közösségben való együttműködéssel a társaival, illetve hogy viszonyul a zenéhez, ezt röviden felmérjük, beosztjuk a csoportba, és akkor ö, utána a fél évtől kezdheti is a tanulmányait. Ez az első fél évben ö, még viszonylag kevés létszámmal kezdődött, aztán a második fél évre szinte megduplázódott, úgyhogy reméljük, hogy a jövő évben, vagy hát a most következő tanévben még többen fognak hozzánk jönni. Azt tudjuk, hogy a zene, ha általában vesszük, akkor világnyelv, hiszen mindenki megértheti. Hogy működik ez Pekingbe? Az a tapasztalatom, hogy ugyanígy, tehát nagyon-nagyon izgultam és féltem, hogy mi fog történni, hiszen tényleg nekem kínaiul kellene tanítanom, ugye, ő nekik meg tudniuk kéne magyarul, vagy hát legalább valamelyik. Úgyhogy az angol nyelv a közös nyelvünk, ez a kommunikációs nyelv, és van egy segítő tanárunk minden csoporthoz, aki fordít, fordítja az órát kínaira, így a gyerekek értik. De most már el kell, hogy mondjam, hogy egyre többet használom már a kínai nyelvet órán, és néhány vezényszót tudok adni a gyerekeknek, és akkor flottabbul megy az egész oktatás. És hogyan sikerült ebbe a más kultúrába való beilleszkedése? Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem, nekem elég könnyen, mert alapvetően nyitottnak tartom magamat minden újra, és hamar meg is szoktam. Érdekes, hogy milyen befogadóak, és mennyire mennyire vártak már bennünket, és, és azt, hogy mennyire szeretnének tanulni. Tehát ez a tudásvágy, ez, ez valami olyan erőt ad nekem ott kint, hogy igazából. Mindegy, már az többi nehézség így könnyebben elviselhető. A válaszait hallgatva azért megütötte egy gondolata a fülemet. Azt mondta, hogy nagyon fogékonyak a magyar zene iránt, a kodály módszert iránt. Honnan ismernek bennünket? Kodály Zoltán neve, itt szintén az összekötő kapocs. Ez egy érdekes dolog. Van, van Pekingben egy kodály társaság, ahol híres professzorok ülnek össze, és a Kodály módszert tanulmányozzák, illetve szeretnék bevinni az ő saját zenei tanári képzésükbe. Ebben is segítünk nekik, és támaszuk vagyunk. Szoktunk különböző rövid kis konferenciákat tartani nekik, hogy bevezessük őket a rejtelmekbe. És hát ez alapján így több mindent tudnak már ö, a Kodály módszerről is, hogy mi hogy tanítunk. Utána olvastak, járnak Magyarországra rendszeresen, vannak összekötő embereink. És ö, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretik a népzenénket, és táncolnak velünk, és énekelnek velünk. És hogyan tovább említette, hogy kezdődik majd az új tanév? Igen, ö, október 10-én fog megnyílni a következő fél évünk. Nagyon remélem, hogy még több gyerek fog hozzánk érkezni, még több csoportot be tudunk indítani. Felnőtt kórusunk is gyarapodni fog a 15-ös létszámból talán most már legalább a duplájára, illetve a gyerek kórusunk, ami most már a 45 fős létszámot üti meg. Úgyhogy én nagyon várom és nagy reményekkel indulok neki a következő évnek.